Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Dombóvárra látogatunk el, ahol helytörténeti gyűjtemény három termében látható a város fejlődésének története. A kiállító hely jelenleg fejlesztés alatt áll, így rövidesen további termékekkel bővítve mutatja majd be a város és környéke történelmi és néprajzi értékeit. Dombóvári helytörténeti gyűjteményről beszélünk, akkor vissza kell mennünk a 70-es évekig. Dr. Szőke Sándor gimnáziumi tanár a megyében elsőként hozta létre itt a gimnáziumban az iskolamúzeumot, és ez volt az előzménye ennek a gyűjteménynek. Itt, ahol most vagyunk a helytörténeti gyűjteményben, eredetileg ez az épület főszolgabírói laknak épült 1896-ban, és a gyűjtemény tulajdonképpen 2001-ben került ide, és akkor nyílott meg hivatalosan. A mostani kiállítások 2018. január 22-én a Magyar Kultúra Napján nyíltak. Három teremben tekinthetjük meg az őskortól egészen napjainkig, illetve a rendszerváltozásig a város történetét. Ahol most tartózkodunk a zöld teremben, az őskortól a vaskorig bemutatott korokat tekinthetjük meg, egyrészt a tablókon, másrészt a vitrinekben, a leletekben, illetve hát a várost érintő kiemelkedőbb ásatások legérdekesebb leleteit lehet még itt megtekinteni. Mint például az egyik nagyáruház megépülése előtt volt egy megelőző ásatás, talán ez volt az egyik legjelentősebb, bár rövid időtartamú volt, tehát 6 hétig tartott a leletmentés 2007-ben, mégis a város nagyon érdeklődő volt ez irányban, tehát mentek az iskolások, mentek a felnőttek, felfigyeltek a régészekre, és hát nagyon jó haladt az ásatás. 528 objektum, ebbe tartoznak településrészletek, temetők, különböző gödrök és több korszaknak a leleteit ontotta magából. Ebből állítottunk ki itt egy érdekesebbet. Kiemelném az egyik érdekes vitrinünket, amit középen lehet látni. Ez gyakorlatilag itt középen egy áldozati vermet láthatunk. Az ásató régészeket meglepte, hogy nem hulladékgödröt találtak, ugyanis viszonylag csorbák voltak az edények, viszont nagyon szabályosan voltak elrendezve, és ebből több is előkerült. Ahogy haladtak a régészek, kiderült, bebizonyosodott, hogy ez egy úgynevezett áldozati verem. Állati áldozatokat temettek, illetve hát elégették az áldozatokat, és maga a szertartás során vagy után szabályosan helyezték el ezeket az edényeket ezekbe a vermekbe. Ezeket láthatjuk itt középen. Említettük is, a dr. Szőke Sándor gimnáziumi tanár és tanítványai által összegyűjtött leletek ma is megláthatók itt, megtekinthetők a gyűjteményben. Itt az őskori résznél például ezt az első vitrint, ezt tulajdonképpen még a korai 60-as, 70-es években gyűjtött kőkorszaki tárgyakból, eszközökből, pattintott kövekből, csiszolókövekből és egyéb tárgyi leletekből állítottuk ki. Az itt látható pattintott kövek és kisebb szilánkok nagyon jól mutatják, hogy az őskor embere milyen jól tudta használni a környezetében fellelhető anyagokat, és gyakorlatilag technikai szintjét tekintve ugyanolyan szinten állt, mint ahogy a mai kor embere a mai kornak megfelelő szinten. Az itt látható tárgyak elsősorban a korai életmódot mutatják be. Lehet itt látni például a hálónehezékeket, hiszen a halászat fontos része volt a mindennapi életnek. De ugyanúgy hasonlóak ehhez például a szövőszék nehezékek is, hiszen akkor már ugyanúgy szövőszékeket, igaz, hogy állószövőszéket használtak, de a ruháikat az állatbőrökön túlmenően már ilyen technikával is el tudták készíteni. Vagy itt látható egy őrlőkő például, hiszen a gabona őrlésére nyilván ennél nagyobb eszközöket is használtak, tehát a gabona a mindennapi élelemnek egy nagyon fontos része volt. Az itt látható leletek és a mellette a tabló is arra utalnak, hogy Dombóvár már az őskortól fogva lakott volt. Természetesen nem került fel ide a tablónkra minden lelőhely, csak azok, amelyek régészek látogatták meg, akár terepbejárással, akár ásatással. Ennél a 36, illetve 45 helynél nyilván sokkal több lelőhely van, hiszen ha valaki kimegy a szántóföldekre, nagyon sok esetben már csonttöredékeket, edénytöredékeket talál, de ezek a legérdekesebb és kiemeltebb helyszínek. Itt vagyunk a Bordó teremben, aminek az egyik része a római kor történéseit mutatja be. Dombóvár abban az időben egy átkelőhely volt, Pons Sociorum néven. Az itteni tablókon, vagy akár a vitrinekben, ha nem is a városról, de nem messze tőlünk található Alsóhetény puszta, ahol 1981-től 94-ig zajlottak ásatások, dr. Tóth Endre régész, a Nemzeti Múzeum régészének a vezetésével, és
miköze ez a városnak. A nyári táborokban, ilyen építőtáborszerű táborokban a gimnázium, a szakközépiskola és az ipari iskolának a tanulói mentek különböző turnusokban, és ők voltak, akik tulajdonképpen részt vettek az ásatásokon. Ezen kívül nagyon fontos volt, hogy akkor a tanács biztosította ennek a lehetőségét, és maximálisan támogatta az ásatást. A közel másfél évtizedig tartó ásatások igazolták, hogy itt ezen a területen egy úgynevezett belső erőd, egy katonai típusú építmény volt. Érdemes megemlíteni a nagyságát, szabálytalan négyszög alakú, és közel 500 méteresek az oldalai, tehát el lehet képzelni, hogy ez egy nagyon nagy méretű erődítmény. 51 saroktoronnyal és hát alapvető épületekkel, amiknek megint csak a méretei is mindenképpen érdekesek. Amit feltétlen kiemelnék, itt az északi oldalon található font az a nagy raktárépület, melynek a feltárása során meglepte a régészeket, hogy annak az alapozásában érdekes korábbi síroknál használt köveket, sírsztéléket találtak, méghozzá nagyon érdekesen befalazva, ugyanis abban az időben a törvények tiltották azt, hogy a korábbi temetőkből ezeket áthordják, de mivel szükséges volt az építőanyag, ezért ezt megtették, és befelé fordítva falaszták be az alapozásba. Na most, amikor ezt a régészek megtalálták, akkor igencsak meglepődtek, itt látható ebből néhány darab, de meg kell említenem, hogy közel 800, illetve 1000 darab került be a Nemzeti Múzeumhoz. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy különböző méretűek voltak, egész nagyok is, mint például egy másfélszeres nagyságú császárszobor töredék, ami valószínűleg az erődtől egy korábbi időszakban északra elterült polgári városnak a fórumán állhatott. Hogyha diákok jönnek a múzeumba, őket nyilván nem a számok, nem az évszámok érdeklik, hanem elsősorban a tárgyak, illetve az, hogy mikor öltözhetnek például be egy római légiósnak. Itt láthatunk egy légiós viseletet, amelyet a Dunaszekcsőről kölcsönöztünk, ott egyébként minden évben vannak az úgynevezett lúgió napok, és ők rendelkeznek ilyen ruhákkal. Na most egészen más a diákok hozzáállása abban az esetben, amikor mondjuk megfognak egy ilyen pajzsot, és ennek a súlyát is érzékelik. Természetesen megbeszéljük, hogy milyen anyagból készül, milyen formáik vannak, természetesen több fajta is van, de abban a pillanatban, hogy ezt megemelik, vagy amikor a fejükre húzzák a sisakot, akkor mindjárt egy kicsit megváltozik. Hogyha még hozzáteszük azt is, hogy a légiósok abban az időben, amikor meneteltek, akkor a teljes menetfelszerelés magukkal vitték, ami megközelítőleg 47-50 kiló volt, és ebben mondjuk meneteltek napi 7 órát, akkor úgy nagyjából el lehet képzelni, hogy milyen kiváló fizikumuk volt ezeknek a légiósoknak. Arra gondoltuk, amikor ezt a kiállítást berendeztük, hogy hát ne csak vitrinek, tablók legyenek, így kértük fel Varga Gábor, Dombaváron élő szobrász és keramikus művészt, hogy hát alkosson nekünk egy életképet, és ő hát szokásához híven természetesen utána nézett a kornak, és ennek megfelelően gyakorlatilag egy ilyen polgárvárosi életképet és egy ilyen légiós erőd egységet készített nekünk, aminek a lényege egyrészt nagyon tetszik a látogatóknak, másrészt tehát gyakorlatilag bemutatja a kornak a viselet kultúráját, akár az építészet kultúráról beszélünk, illetve akár, hogy gyakorlatilag milyen viseletet használtak a légiósok. Itt már Tinódi korában vagyunk, hiszen tudjuk, hogy Tinódi Lantos Sebestyén itt a környékünkön sebesült meg, és vált Vándor Lantos költővé. Ennek az elképzelt jeleneteit dolgozta fel megint csak Varga Gábor. Láthatjuk itt Tinódit, ahol még vitézként küzd, és hát a középső jelenetben pedig már ápolják. Szepesi László, 20. század elejé dombovári költő, ezt meg is verselte Tinódi Dombovárok címen. Bár ő nem foglalkozott a történelmi hitelességgel, hiszen Emma néven ihlette a vár úrnak a lányát. Tudjuk, hogy ilyen hölgy nem szerepel, tehát egy költőnek azt gondolom ez is megengedett. Viszont elképzelhető, hogy sebesülése után itt ápolták akár a dombolyáknak a várában, és hát a magyar virtus megjelenik a harmadik egységben, hiszen itt már egy nyertes csata vagy ütközet utáni mulatozásnak a képeit tekinthetjük meg, ahol Tinódi pengeti a zenét. A középkori teremből az újkor történeti terembe gyakorlatilag egy időkapun tudunk átjönni, aminek az érdekessége, hogy a kapu elemei korábban a Gólyavár és a dombaiaknak a várába voltak belépítve, de nem onnan kerültek elő, hanem a lakosság miután elhagyta ezt a mocsaras területet, akkor a mostani településnek az első magja tulajdonképpen az úgynevezett kakasdomb, és annak az építésénél használták fel ezeket az építőelemeket. És amikor a régészek jöttek az ásatásról hazafelé, akkor épp lebontották már ott az egyik házat, és ott fedezték föl ezeket a köveket, így kerültek be, és így alakítottunk gyakorlatilag ezt az időkaput. Az újkor történeti termében az utóbbi 300 évnek a történéseit, legfontosabb eseményeit, jeles időpontjait emeltük ki. Ha
valamiről részletesebben lehetne beszélni, akkor talán a vasutat emelném ki ezek közül is, hiszen Dombóvár gyakran kapja a vasutas városjelzőt, és nem véletlenül, hiszen a korábban nagyon sokáig mezőgazdasági település a vasutnak köszönhette azt a fejlődését, amivel korai jelzővel élve amerikai típusú fejlődést értek el itt a településen. Úgy képzeljük el, hogy az 1870-es évekhez képest 1940-re gyakorlatilag 500%-kal nőtt a lakosságnak a száma, tehát ez egy óriási növekedés a korábbihoz képest, és mindezt a vasútnak köszönhette. 1872-ben ért ide az első vonal, először Zákányig haladt, aztán 1882-ben a Budapest-Pécs közti vonal, 1895-ben egy hév ment egészen Veszprémig, és aztán még kisvasút is volt a területen. Tehát a vasút egy olyan polgárosodási folyamatot indított el, amelyel egy új réteg jelent meg, maga a vasutasság is, tehát a polgárosodásnak köszönhetően megjelent az ipar is tulajdonképpen a város területén. Érdemes kiemelni a dombovári vajgyárat, amely már a század előn megalapult, és gyakorlatilag külföldre nagyrészt a dombovári vaj, mint olyan, ez egy nagy fogalom volt, külföldre is szállítottak nagy részt, vagy érdemes beszélni a kendergyárról, a gőzmalomról, amely 1925-ben épült, feldolgozta a környék gabonáját. A kormányzati támogatásnak köszönhetően továbbfejlesztjük a gyűjteményünket, tehát nem csak ezt a három kiállított teret majd megtekinteni, hanem a közeljövőben berendezünk majd vagy kialakítunk egy új kiállító teret, amelyben egy polgári szalont fogunk berendezni a Dombóvárhoz kötődő festőknek a munkáiból. Ezen kívül lesz egy időszakos terem, mint ahogy korábban is, ahol mindig a vándorkiállításokat fogadjuk, illetve azokat a kiállításokat mi magunk állítjuk össze, amelyek a helytörténethez kapcsolódnak, és lesz még egy néprajzi szobánk, egy közkincs szobánk, ahol feltétlen szeretnénk a kaposmenti fehérhímzést megjeleníteni, mint ahogy ez korábban is volt. A vírus járvány miatt számtalan rendezvény, koncert marad el, és maradnak élmény nélkül a nézők. Ezzel párhuzamosan a világháló megtelik otthon készült kis előadásokkal, melyek nagy sikert aratnak a rajongók között. Ez történt Zsikó Zsuzsannának, a Zsikó zenekar énekesének esetében is. A csétári hegyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el aló. Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet. Így hát, kedves kis angyalom, nem lehetek a tiéd. Zsikó Zsuzsanna, a Zsikó zenekar énekese néhány napja közösségi oldalán osztott meg egy hasonló autózós éneklős felvételt. A kezdeményezés robbant, azóta gyakorlatilag kívánságműsor zajlik, és Zsuzsi minden nap énekel. Nagyon meglepett, és csak egyik este otthon voltam, most a járvány miatt én is hazautaztam Alsónyékre, és egyik este gondoltam, hogy ha már most beláthatatlan ideig elmaradnak a koncertjeink is, akkor elindítok egy ilyen játékot, hogy az ismerőseim, vagy akinek éppen kedve van, írják meg nyilvános hozzászólásban, vagy privát üzenetben a közösségi oldalamon, hogy milyen dalt szeretnének hallani tőlem, tehát kvázi egy ilyen kívánság műsor lett ebből a játékból, és nagyon-nagyon-nagyon sokan írtak, nagy örömömre egyébként, és azt gondoltam, hogy tudom, csak 3-4 ember fog részt venni ebben a játékban, és meglepő módon, és nagy örömmel vettem, hogy gyakorlatilag már több százan vannak ebben a játékban velem, és azt hiszem, hogy kellett volna egyfajta korlátot adjak, hogy mondjuk az első 15 kérést fogom teljesíteni, illetve kérést fogom tudni teljesíteni,
mert tényleg most már lassacskán több száz dalnál fogunk járni, úgyhogy ezúton is üzenem azoknak, akik fogják nézni ezt a műsort, hogy nagy valószínűséggel nem fogok tudni mindent felvenni, mert hogy rengeteg idő és rengeteg munka, amíg kitalálom, hogy melyik dalt, melyik helyszínen vegyem fel. Most egyik nap például nagyon-nagyon örültem, mert az egyik egyébként galgamenti leányzó kérte az Acsitári hegyek alatt dallamot. Azt egyébként Szálkán vettem fel a tónál, és gyönyörű volt a táj, mert hogy akkor kezdett el esni a hó, előtte nem sokkal. És na mondom, ha már Acsitári hegyek alatt régen leesett a hó, így tavasszal, akkor legyen ott ez felvéve. Úgyhogy valahogy annyira kézenfekvő volt eddig, hogy mit hol vettem fel, és hogy miért azt vettem akkor éppen fel. Van egyre növekvő igény erre. Én úgy veszem észre, ahogy évről évre én is akár a közösségi oldalamat csinálom, vagy hogyha csak a koncertekre gondolok. Egyre, ha csak mondjuk az új évköszöntő koncertünkre gondolok, akkor amikor elindítottuk az elsőt, akkor azon voltak 400-an, és most legutóbb meg 1200-an vagy 1300-an. Mindig szoktam énekelni az autóban, bárhova megyek, illetve rosszul mondtam, csak akkor szoktam énekelni az autóban, hogyha egyedül vagyok. De miért? Azért, mert hogyha másokkal megyek, akkor általában beszélgetni szoktunk, de hogyha kérik, akkor is szoktam énekelni. Te hogy bírod a bezártságot? Rosszul. Nagyon rosszul bírom a bezártságot. Rengeteget dolgozom, rengeteget jövök, megyek, tanítok, egyetemre járok, még most fogok majd diplomázni, ha Isten is úgy akarja. És ugye nagyon-nagyon sokat járunk koncertezni, úgyhogy kicsit megvisel ez, hogy most itthon kell lenni. Viszont azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy minél előbb túl legyünk ezen a nehéz időszakon, és annak érdekében, hogy minél inkább egészségesen ússzuk meg mi is, a családtagjaink, illetve a környezetünk, és nagyon bízom benne, hogy amennyire lehet, de egész Magyarország jól fog kijönni ebből a helyzetből. Muszáj otthon maradni, muszáj megpróbálni kerülni a közösséget, muszáj valamilyen szinten hanyagolni a személyes kapcsolatokat, mert bár lassítani fogja ez a folyamatot, de azt hiszem, hogy az egészség a legfontosabb, és nincs az a koncert, vagy nincs az az elfoglaltság, ami felülírná azt, hogy egészségesek legyünk mi, és a barátaink, a családtagjaink. Alsónyékön híres kislány vagyok én, kinek csókkel jöjjön ide, adok én. Aki legény akar lenni, nem kell annak megijedni én tőlem. Mert aki legény akar lenni, nem kell annak megijedni én tőlem. Ez a második dallam azért érdekes, meg azt hadd mondjam még el, hogy Bartók Béla születésének 139. évfordulója tegnap volt, és ez a második dallam, ez az Alsónyéken híres kislány vagyok én, ez az ő gyűjtése. Én a szöveget átvariáltam úgy, hogy rám íjjen, nekem való legyen, de egyébként ezt Felső Iregen gyűjtötte Bartók Béla, és ha már tegnap évforduló volt, akkor ezt nagyon fontosnak tartottam elmondani. Egyébként híres kislány vagy Alsónyéken? Most már.
Én azt szoktam mondani, mert páran már feltették ezt a kérdést, de én azt szoktam mindig mondani, hogy pont ugyanaz az alsónyéki lány vagyok, aki voltam 4 évesen, vagy 10 évesen. És pont ugyanúgy járok az utcákon, és pont ugyanúgy szoktam köszönni a néniknek, hogy csókolom, és pont ugyanúgy állok le beszélgetni velük, mert hogy nem az a kérdés, hogy te máshogy akarod élni az életedet, hanem az a kérdés, hogy a sikerek közepette a falu mit szól hozzá. Én azt gondolom, hogy büszkék, viszont pont ugyanúgy tekintenek rám, vagy ránk, hál' Istennek, mint... Te maradtál a Zsuzsi, a Zoli meg a Zoli? Én maradtam a Zsuzsika, a Zoli meg maradt a Zolika. Igen. Én azt vettem észre, hogy amióta otthon vagyunk, most ugye már ez a második hét, amit otthon kell tölteni, olyan emberek is elkezdték hallgatni a felvételeket, meg olyan emberek is kezdtek el egyébként érdeklődni mondjuk a magyar népzene iránt, akik eddig nem feltétlenül vettek részt akár a mi, vagy akár kollégáink koncertjein. És nagyon sajnálom, hogy ilyen áron kell, hogy hallják ezeket a dalokat, hogy itthon kell maradni a járvány miatt. De annak meg nagyon örülök, hogy elkezdtek érdeklődni. Bízom abban, hogy mindenki azt csinálhatja, amit szeret, vagy amihez a jó Istentől tehetséget kapott. És én emiatt nem gondolnám azt, hogy ez annyira különleges dolog lenne, vagy hogy emiatt másként kellene rám, vagy ránk nézni, hiszen mi is azt csináljuk, amit szeretünk, és ami az életünk. És gyakorlatilag ezt tesz boldoggá, hogy kiszolgálhatjuk az embereket, és lehet, hogyha valakinek mondjuk elénekeljük a kedvenc dalát, akkor hetekig arra fog gondolni, és az hetekig jó érzéssel fogja eltölteni, és boldogságot fog neki okozni, és nyilván az számunkra is nagyon-nagyon jó. Jó, akkor énekelek most nektek ha már itthon vagyunk a Sárközben, egy sárközit, méghozzá egy alsónyéki gyűjtést. Jó? Jó. Jó. Éret túró, hagymahártya, rekötje, gazbor rakott, kemön, kemön, kemönce. Aki annál melegszik, szik, szik, szilárom, szik, 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 az soha meg nem öregszik, szik, szik, szilárom, szik, szik, szik. Egy történetet még gyorsan hadd meséljek el. Amikor kim voltunk Amerikában, akkor nem magyarokkal találkoztunk, hanem amerikai emberekkel, és egyik nap volt egy ilyen workshop tulajdonképpen egy középiskolában. Több száz gyerek volt ott, egy tornateremben volt tulajdonképpen a mi kis előadásunk, és az előadást követően volt egy beszélgetés a gyerekekkel, és megkérdezte tőlem az egyik lány, hogy ugye angolul, hogy megmondhatja-e, hogy én miről énekeltem. Persze, nyugodtan. És konkrétan elmondta, hogy én magyarul miről énekeltem, úgyhogy nem értette a szöveget. És tényleg minden egyes szó, amit mondott, igaz volt, mert valóban arról énekeltem. És akkor mondtam neki, hogy látod, ezért nagyon-nagyon csodás dolog, meg nagyszerű dolog a zene, meg az ének,
hogy gyakorlatilag úgy, hogy nem is ismerjük egymást, több ezer kilométer választ minket el egymástól, nincsen közös nyelvünk, és mégis tudod azt, hogy én miről énekeltem. És azt hiszem, hogy a zenének pont ez a lényege, hogy bármi van, segíteni fog, átvészelni, megnyugtatni, és mindenki fogja érteni attól függően, hogy adott esetben milyen, vagy hogy nem egy nyelvet beszélünk. Ó, szép Jézus, ez új esztendőben, tarts kegyelmedben. Ó, Mária, Istennek szent anyja, legyél kedve. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!